Nagy siker a klímamisszióban. Az új városvezetés október 22-én Strasbourgban vette át azt a kiemelkedő klímamissziós minősítést, amit Miskolc az Európai Uniótól kapott. A cím országos jelentőséggel bír, Magyarországon ugyanis csak három város, Miskolc mellett Pécs és Budapest kapott esélyt a megszerzésére. Miskolcot 2022. áprilisában 400 pályázó közül választotta be az Európai Bizottság a 100 klíma semleges és intelligens város misszióba. Ezt követően elkészült a városi klímaszerződés, amely a klímasemlegesség eléréséhez követendő utat vázolja fel. Rendkívüli közgyűlésen tárgyalták még március közepén Miskolc klímavédelmi elköteleződését és a városi klímaszerződés elfogadását. Az Európai Bizottság felkérésére az év elején elkészült a klímaszerződés, amelyet cégek, civil szervezetek és magánszemélyek írtak alá. Miskolcot 2022. áprilisában 400 pályázók közül választotta be az Európai Bizottság a 100 klímasemleges és intelligens város misszióba. A város két éve dolgozik azon, hogy kiérdemelje a klímamissziós minősítést, amit október 22-én Strasbourgban Matis Csák Éva alpolgármester vett át. A klímamissziós minősítés egy olyan tanúsítvány, amellyel az Európai Bizottság Miskolc városi klímaszerződését elfogadja, eddigi klímavédelmi erőfeszítéseit elismeri, és kifejezi, hogy a továbbiakban is támogatja Miskolc törekvéseit a 100 város misszióban. A minősítés előnyt jelent majd az EU-s pályázatok elbírálásánál is. A 100 klímasemleges és intelligens város misszió célkitűzése, hogy minél előbb, lehetőség szerint már 2030-ra a kiválasztott települések elérjék a klímasemlegességet, az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus, legalább 80%-os visszafogásával, ezáltal jó példát állítva az egész EU számára.